Ez a kávéház, ez egy 163 éves kávéház, 1858-ban nyitotta meg Kugler Henrik, és nem itt a Vörösmarty téren, hanem a mellettünk lévő téren, a József Nádor téren. És már akkor, amikor Kugler Henrik megnyitotta a kávéházat, már akkor egy-két éven belül híres lett, nem csak Budapesten, hanem az egész országban. Ő volt például az, akitől először lehet süteményeket elvitelre vinni, egy kis papírtálcára csomagolta ezeket a süteményeket, és nagyon sokan írtak arról, hogy ő neki volt terasza és ahol lehetett fagylaltot is fogyasztani, és akkor ez 163 évvel ezelőtt, vagy 160 évvel ezelőtt újdonságnak számított. 1880-ban találkozott először Párizsban Gerbaud Emillel, meghívta őt Magyarországra, Gerbaud Emil 1882-ben lépett be először a kávéházba, ami akkor egyébként már itt volt a Vörösmarty téren, és 1884-től már ők, a Gerbaud család viszi a Gerbaud kávéházat, és igazából Európa szerte a Gerbaud család vezetése alatt lett híres ez a ház. Mi 8,5 hónapot kötelezően hatóságilag zárva kellett, hogy legyünk, és azért ez nagyon megborított minket. Egyébként lelkileg is nagyon nehéz volt feldolgozni ezt az időszakot. Valószínűleg soha nem fogunk már visszatérni a Covid előtti rendszerünkhöz, mert látjuk, hogy mi az, amit jobban lehet csinálni. Az elsődleges szempontunk akkor is az volt tavaly márciusban, hogy a lehető legtöbb szakembert és kulcsembert meg tudjunk tartani. Nem létező bevételből nem tudjuk, vagy nem tudtuk volna fizetni az alkalmazottainkat, és ezért is volt nagy segítség, hogy alapvetően mi fel tudtuk venni ezt a munkahely megtartó hitelt, amiből mi tudtuk finanszírozni az elmúlt másfél évben és még a mai napig is az alkalmazottaink bérét, mert még most sincs Kánaán, és még most is sajnos veszteséget termelünk, függetlenül attól, hogy szépen mennek fel a számaink. Itt viszonylag nehéz beruházni, anélkül, hogy ne legyen bevételkiesésünk, mert ahogy valamit elkezdünk átépíteni, ott azon a téren vagy nem tudunk főzni, vagy nem tudunk vendéget fogadni, úgyhogy ez egy optimális állapot volt, hogy zárva voltunk. Tehát meg lehetett csinálni azokat a régóta húzódó beruházásokat, köszönhetően ezeknek a hiteleknek.